nyilván először azért mentem oda, mert fantasztikus kaland, és nem tudom, és mekkora buli elmenni Ázsiába, és mekkora dologot, ekkora hatalmas hegyóriásokkal találkozni, meg sem tudom becsülni, hogy mekkorák ezek a formák. Ugye az alpesi formavilághoz szokott szem, az eleinte nagyságrendeket téved, amikor egy hegygerincre vagy egy falra ránéz a Himalájában. De aztán később, hogy teltek múltak az évek, elkezdtem ezt egy kicsit ilyen zarándokútként is megélni, és azért nem csak egyszerű utazásként gondolok az expedícióra, hanem zarándokútként, mert nem csak térben mozdulunk el, hanem a belvilágunkban is kalandozunk, és amikor visszajövünk, akkor bizony egy picivel pregnánsabban tudok fogalmazni, határozottabb meg tudom mondani a tutit, de talán figyelmesebb is vagyok valamivel. Valóban 2010-ben egy jégomlás során mind a kettőnket elcsapott a lavina, ez nem is igazán lavina, ez jégomlás volt az Everestnek az északi oldalán, és a mászótársam és nagyon kedves barátom Várkony László nem élte túl ezt az omlást, 50 méter lehetett köztünk maximum. Érdekes módon az egy pillanat nem fordult meg a fejemben, hogy nem megyek vissza a hegyek közé. Az viszont egy nagyon hosszú és rögös út volt, amíg ezt az egész dolgot feldolgoztam. Nyilván az én veszteségem semmi ahhoz képest, amit ilyenkor mondjuk a család átél, vagy tehát ez nem ugyanaz a kategória. De igen, fájt, hatott rám, nagyon sok évig még ilyen nagyon sután ismerkedtem másokkal, meg egy kicsit így be voltam zárva a magam világába. Fontos társ és barát volt számomra Konyi. Hogy dolgoztam föl? Én azt hiszem, hogy a feldolgozás folyamata akkor zárult le bennem, amikor elkezdtem azt észrevenni, hogy a hegyek között tudok azzal a minőséggel létezni, amit ketten fedeztünk fel a hegyek között. Tehát, hogy olyan technikai megoldásokat használok, vagy olyan attitűdöket fedezek fel saját magamban, ami vagy az övé volt, vagy együtt fedeztük fel annak idején az expedícióink során. És ezzel nyilván ez ilyen szép és ilyen költőieskedő megfogalmazás, de egy picit úgy éreztem, hogy beépült az, ami ő volt abba, ami én most vagyok. Hogy van-e halálfélelmem? Szerintem minden épelméjű hegymászó szembenéz időről időre a halál gondolatával és a saját félelmeivel a hegyek között, tehát ez legalábbis részemről biztos, hogy kamu lenne, hogyha azt mondanám, hogy soha nem éreztem annak a súlyát, amit csinálok. De az is igaz, hogy sokkal inkább érzem magam otthon abban a közegben, mint mondjuk, nem tudom, ha az önkormányzatnál valamilyen lakcímkártyát kéne intéznem. Tehát, hogy ez egy sokkal, nem is tudom, otthonosabb világ számomra. Van egy érdekes epizód szinte minden expedíciónak az életében. Mielőtt elindulunk fölfelé, hogy kiépítsük a magaslati táborokat, celebrálunk egy úgynevezett puja szertartást. Ez abból áll, hogy egy láma bácsit felinvitálunk az utolsó faluból, valamelyik kolostorból, és akkor ő felolvas a szent szövegekből, és füstölőt éget, vagy boróka ágakat, és csángot iszunk, ami egy ilyen erjesztett sörféleség, és összekenjük egymás arcát campalisztel, meg rizst szórunk a levegőbe. De az egésznek a lényege számomra az, hogy ez egy hangsúlyos pont az expedíció történetében. És ha valami olyasmit csinálok, ami bizony képes arra, hogy rengeteg mindennel megajándékozzon és építsen engem, de pontosan arra is képes, hogy leromboljon a szó nagyon is fizikai értelmében, akkor illik előtte még egyszer nagy levegőt vennem és végig gondolnom, hogy tulajdonképpen miért vagyok itt, tulajdonképpen mi a célom, mit várok ettől az egésztől. És a félelemmel való szembenézésnek is ez a legjobb pillanata. Mint gondolkodó ember, mint filozófus hallgató, nem tudok úgy igazán hinni a szabad akaratban. Tehát nem látom helyét ebben a logikai rendszerben, ebben a fizikai világban. Nem látom, hogy ez hova illeszkedne be. Mint érző ember, azt gondolom, hogy a leghelyesebb mégiscsak, ha úgy cselekszem, úgy viselkedem, mint hogyha szabad akaratom lenne. Nem könnyű, meg van ebbe egy ilyen csavar, de ja, valahogy ez az attitűdöm. Félelemből, lustaságból, hogy ezek erős dolgok, erős szavak, de hogy hajlamosak vagyunk nem odafigyelni a másikra, mint hogyha az nem állna érdekünkben, vagy nem lenne jó, hogyha odafigyelünk a másikra, és elfordulunk a másiktól, a hajléktalanoktól, a kisebbségektől, azoktól, akiknek rosszabb lap jutott. Hogy ez nem jó. nem egy nagy bölcsesség, én ezt belátom.
De hogy ez nem jó, és akár lehetne másképp is. Az erőforrásaink megvannak hozzá. Nagyon szerencsés voltam, mert együtt lakhattam egy nagyon érdekes, szuper párossal, egy fehér alkoholbeteg sráccal és egy szívbeteg roma asszonnyal. Nem volt hol aludniuk. És ezért, igen. Ja, igen, logikusnak tűnt, hogy tulajdonképpen nálam van hely. És akkor miért ne couchsurfölne olyan ember nálam, akinek egyébként sincsen hol aludnia. És akkor innen jött ez, de nem volt ilyen mély elhatározás, vagy megfontolás mögötte. A srác visszacsúszott, de a hölgy jött apra át, és mind a mai napig élésbűl is tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kicsit életszagúbb, ez az 50%, ez a reális. Mint a hegyek között erre a két dologra lenne szükség, érzékenységre, hiszen nem uralhatom a közeget, tehát figyelmesnek, empatikusnak, érzékenynek kell lennem, de őszintességre is. Nem fülenthetem magam magasabbnak, szebbnek, okosabbnak, ügyesebbnek a hegyek között, mert a hegy mindig sarokba szorít, és arra kényszerít rá, hogy pontosan olyannak lássam magam, és pontosan az legyek, aki tényleg vagyok. És ez nem egy kellemes élmény, de egy nagyon nagy ajándék a hegy részéről. És ezt le tudom hozni később, és talán kamatoztatni tudom ide lent is. Úgyhogy nagyon sok mindent jelent számomra a szabadság. Szeretném, ha minél többen át tudnák élni ezt a szép értelemben vett felnőtt szabadságélményt. Szeretném, hogyha szabadabbak lennének az iskoláink, szeretném, hogyha szabadabbak lennének, szabadabb lenne a társadalmunk, szeretném, hogyha szabadabbak lennének a munkahelyeink. Olyan sok minden lehetne szabadabb szerintem a környezetünkben. És mindig a szabadság mögé oda gondolom a felelősséget. Tehát egy szabad iskola az nem azt jelenti, hogy a gyerekek uborkát dobálnak egymásra az ebédlőben, lehet, hogy egyszer-kétszer kipróbálják, de aztán talán kiderül, hogy a másik rosszul fogja érezni magát ettől, és ezt meg lehet beszélni, és akkor egy idő után nem azért nem dobálja meg a társát uborkával, mert megtiltották neki, hanem azért, mert érzi ennek a súlyát. Ahogy én is érzem annak a súlyát, hogy indexelnem kell, mert sokan harcoltunk ezért a kiváltságért, hogy ilyen megállapodásokat köthetünk egymással. És ha mégis meg kell majd valakit dobálni uborkával, akkor tudni fogja, hogy ki az, és hogy mikor kell megdobálni őt uborkával.